Rengeteg volt a látogató az újvidéki tavaszi virágpiacon. Juliana Vidovics muskátlit vásárolt a kertjébe. Imam ja ovih pištika, begoni i tako, ali najviše imam muškatle. Kert és szobanövények egyaránt megtalálhatóak a piacon, de többféle kaktusz és fűszernövény közül is lehet válogatni. Legtöbben az egynyári szezonális virágokat keresték, mondja Sós Attila, Tisza Kálmán falvi virágkertész. Jók szoktak lenni a virágpiacok, tavaly is bár is jók voltak, mind jó. A múltkori az is jó volt, csak az időjárás kicsit elrontotta a végét szombaton. De hát ez a máma, hogy hónap is mondtak valamilyen rosszabb időt, de hát majd reméljük, hogy ez a kikerül bennünket. Hát jó szokott lenni minden. Hát sok nép ugye tudja, hogy van itt nagy választék, minden, és akkor kijönnek bevásárolni. Hát itt tudnak egyhelyen legtöbb mindent megtalálni. Tearózsa, folyórózsa, törperózsa, magas törzsű rózsa, rengeteg színben, mindez megtalálható Katonai Ibolya standjánál. Mivel már ugye április közepe van, ezért sokan kérdezik tőlünk, hogy lehet-e még a rózsát ültetni. Természetesen a válasz az, hogy igen, mivel hogy a március nagyon hideg volt, sőt, még most áprilisban is voltak igazán hűvös éjszakák, ezért az egész természet folyamat, tehát a növekedés késik, így a rózsának is úgymond a rügyezése valamennyire ugye késik, és egészen május derekáig simán el lehet a rózsát ültetni. A piacon nem csak virágokat, hanem szebbnél szebb kasvókat és sok más házi finomságot is lehet vásárolni. Áprilisban még egyszer 29-én nyílik meg a virágpiac.